Sziasztok, Neo 12 vagyok. A tankunk a T-54 mód 1-es, a parancsnok egy nagyon kedves barátom, mi a fene legyen. A térkép Serenakost, a tír kiosztás pedig 8-as, az nagyon kedvező, hiszen ezzel a tankkal 9-es, 10-es tírben is lehet harcolni, sőt néha kell is. Elindítom a csatát. 1-es, 2-es sorra mennek legtöbbször a médiumok, illetve legtöbbször gyors mozgású heavy-k. Általában félszigetre mennek a heavy-k, a TD-k fedezik őket, középre pedig a jó látótávval rendelkező médiumok, esetlegesen light-ok, vagy mondjuk az E25-ös jó átszaértékkel bír, ha valaki a túloldalon felfedeződik, akkor büntetés nélkül tudja lőni, hiszen nem veszik észre. M41-es Grand Finale, felderített 2-3 tankot. Igazából nem tudom, hogy mi a célja, hogy egy tiszteletkört akar tenni, vagy pedig meg akarja mutatni, hogy ő mit is tud. Azt már látjuk, hogy az élete fokozatosan fogy. Mi a fene legyen tankját is felderítették, illetve egy lövést is hallottunk. A csapattársak egy kicsit elmaradtak. A Thunderbolt, a VK, ugye az IS-3-as például. A Comet van még itt egy kicsit lejjebb. És itt egy Skoda T-25-ös, illetve egy IS-2-es. Hát ez az első lövés, ez bizony ment a levesbe. Nem bír találati értékkel. Ugye mozogni folyamatosan, hiszen az Arctic ezt a részt nagyon könnyedén tudják lőni mindkét oldalról. Mint ahogy a Skoda T-25-ös be is nyert most egy lövést, illetve most pedig mehetett a garázsba. .243-at kapott az IS-2-es. Az AP-lőszernek 190 az átütése, az APCR-é pedig 247. 180-as a toronypáncél a mód 1-esnél, illetve 120 a testpáncél. Az átütések azok valamikor lejavítva lettek. Pontosan nem tudom mikor, a legutóbbi videó, illetve ezen videó elkészülések között valamikor. Amikor még én a T-54 mód 1-es videót készítettem, akkor még az AP-lőszernek 183 volt az átütés, illetve 235 volt az APCR-é. Valószínűleg sokan dünnyögtek, vagy hát legalábbis nem vitték annyira ezt a tankot a Premium Shopból, ezért javított rajta a Wargaming, de igazából csak egy lehelletnyit. Általában nem jellemző, hogy nagyon túlzásba vinnék ezt. Egy nagyon szép lepattanó, legalábbis a hangja nagyon jó volt neki. Ez fölül az egyik kupola tetejét talált el a lövés. Na egy AT, aki már eléggé megfogyatkozott. A csapat artiai jól dolgoztak, hát valószínűleg az ellenfél artiai is jól dolgoztak. Jelen pillanatban 2000 HP plusszal rendelkezik az ellenfél, és már elérték a bázist. Itt az AT-7-es, illetve egy Jagdpanther. A Jagdpanther ellőtte magát, de csak a házat tapálta el. Az AT-7-es pedig elkábította az arti lövése. T-34-85M-es 189-es bírt bevinni. A Jagdpanther pedig megpróbálta lerombolt házon keresztül támadni. Hát ez nem nagyon jött össze neki. Most már csak abba bízhat, hogy esetlegesen valamelyik csapattárs arti besegít neki. És ugye, hogyha minden rendben megy, akkor szokott előjönni, hogy a játék elkezd laggolni. És azért látjátok, hogy ilyen nagyon furcsán megy a tank, illetve a kép ilyen nagyon szaggatott. Ez ugye ilyenkor megkönnyíti az ember dolgát, hogyha az a célod, hogy ne találj el semmit, vagy hogy azt sem tud, hogy hol vagy. Az IS-3-as még tartja magát, mint a csapattársra gondolok, illetve meg lett közben a lore, de egyébként nagyon vesztés szaga van a játéknak.
ki is vettem külső nézetbe, ugye a lore felbátorodott azon, hogy mellé lőtt, és akkor egy 199-et lőtt, közben már második alkalommal sikerült meglőnie a japán tigrisnek, harmadszorra is. 1300 HP-val lehet gazdálkodni, úgyhogy csak csínyán vele, ezért nem olyan túl sok ez. És a bázist már foglalják méghozzá, azt is várom nektek, hogy a pudel foglalja a bázist. Közben a lag nem szűnik, ez megkönnyíti a játékot, hogyha nem akarunk valamit eltalálni. Ugye ott van a lore, ismét kiveszem külső nézetbe. A lore csak arra vár, hogy végre ő is szerephez jusson. Megláncolták, gyorsan javít a legénység. Jön az arti. Uff, és ellőtt fölötte. Hát ez nagy mázdi volt. És közben érkezik hátul a Cromwell. Akinek csak a második lövése talál. Tehát ez sebez. A harmadik viszont ment az első lemezre, amit nem sikerült átütnie. 8 másodperc, míg befoglalja az ellenfél a bázist. Hát el lehet könyvelni a vereséget. De mint azt az előző videómnál is megjegyeztem, vereség, illetve vereség között is van különbség. Ez egy tankász. Vascucci medál, Redley Waters medál, spártai, nagy kaliber, Top Gun, acélfal. Közel 10.000-es VN8 érték, 1326 volt a spot sebzés, 3803 a sebzés, és 84%-os a találati arány. 4 tank lett felderítve, 11 a páncél által felfogott, 1 lepattanó, 10 nem átütő, 10 darab kritikus sebzés, 19 páncél átütés, és 8 frag. Csapatpont, 984 alap XP, 1990 volt a páncél által felfogott. Részletes jelentés, prémium számlával, veszteséggel, illetve személyes tartalékbónusz igénybevételével összességében maradt 129 000, még volt egy kis hősies védekezés is, tehát 129 ezer vagy 130 ezer nagyjából, és 2552 ment a legénységnek. Mi a fenne legyennek, köszönöm a visszajátszást, nektek köszönöm a figyelmet, ne jó 12 vagyok, további szép napot kívánok mindenkinek, vigyázzatok magatokra, hamarosan jelentkezem, szervusztok!